Cső, gyertek Cső, be! Cső, Tomikám! Gyertek, fáradjatok be! Már készültem a kávéval előre. Jaj, de szuper vagy, faszi! Hogy vagy, mi a helyzet? Á, figyelj, minden rendben van. Jönnek az ünnepek, szépen dekoráljuk a lakást, legalábbis próbálkozunk. December van, reggeliztél? Ilyenkor szoktál korán? Én egyébként korán kelő vagyok, mert a Goku folyton felkelt engem. Nem tudom most, hol van éppen a kutyám. Hány éves a kis kutyád? Három. Három. Három éves. Ki találta ki a nevét? Hát nyilván én. Azért, mert egy kicsit, hogyha ide néztek, szeretem a Dragon Ball figurákat. Meg imádom a Dragon Ball-t, nagyon szeretem. Most már az a kedvenc mesét a Dragon Ball? Nyilván. Bár azt mondanám inkább, hogy animációs sorozat, mert hogy valójában ezt a felnőtteknek készítették. Aha. És itt a kávé kikészítő miért van, te sem? Azért, mert imádom a jó kávét, nagyon szeretem a specialityt, meg itt egy elég komoly setupom van itthon, és hát igazából ez nekem a zene után a hobbim, az én szenvedélyem, úgyhogy itt vagyok, és készítem, csavarom nektek a flagfight-okat, meg próbálok szép latte artot is csinálni. Yeah. Mi a kedvenc színed? Nekem? Hát a fekete. És a fehér? Meg a fehér. Jó, legyen a fekete meg a fehér, de inkább a fekete. Uh-huh. Mi a kedvenc ruhád? Kedvenc ruhám? Hát én inkább azt mondanám, hogy az egyik kedvenc tervezőm, Isten nyugasztalja, a Virgil Abloh pont most hunyt el. De minden, ami különleges és színes. Mi az a három dolog, ami mindig van a hűtődben? A tej, ásványvíz és paradicsom. Aha. Hányas lábad van? Nekem 41-42. Mikor szól? Jó alvó vagy? Jó, aj, nagyon, nagyon, nagyon. Hát attól függ, hogy mennyire vagyok lelkileg rendben. Aha. Milyen, amikor nem vagy lelkileg rendben? Akkor ziláltak a napjaid? Akkor zilált a lelkem, jól mondod, és akkor frusztráltan fekszem lealudni. Bár nagyon sokat segít ilyenkor a feleségem. Szóval akkor egy kicsit zavart. Akkor picit így tudod, amikor forgolódok minden, de jelen pillanatban minden rendben van, mert jön a karácsony, úgyhogy rossz már nem lehet. Milyen rossz szokásaid vannak, amit tudod magadról, hogy le kéne mondjuk vetkőzni, és pixa, mondjuk itt... Pixa. Az nehéz ügy. Nehéz ügy. Súlyos a faszi, nem? Nagyon, nagyon súlyos, minden értelem. Igen. Rossz szokásaim? Szerintem igazából maximum szeretek ruhát vásárolni. Ez egy rossz szokásom. Igen. Inkább rendelsz, vagy bemész a boltba? Én rendelek. Én a rendelős típus vagyok. Aha, inkább rendelek. Andikával való közös nyaralásaitok során melyik volt a top 3 hely, ami biztos, hogy oda tennél? Maldív-szigetek, az az első, oda mindig visszamegyünk, ha tehetjük. Ha nem, akkor meg föllopódzunk a repülőre. Tehát, hogy egyébként a Maldív, Bali, és eddig a harmadik talán legjobb Egyiptom volt. Mit csináltál Egyiptomban, ami? Imádom Egyiptomban, összebarátkoztunk egy kinti sráccal, nagyon-nagyon jó barátok lettünk Váliddal. Ő volt az idegenvezetőnk, és imádunk snorkelezni, delfinekkel úszni, vaddelfinekkel a nyílt vizen. Kockázatos is, de óriási. Nekem a legnagyobb élményem az volt, hogy egy cetszápával úsztam együtt. Az nagyon kemény volt. Milyen kávét fogyasztasz, ha te mész vendégségbe? Hát igazából sosem szeretek pofátlan vagy bunkó lenni, én minden kávét elfogadok. Én azt mondom, hogy a kávét, ha jó szívvel adják, már rossz nem lehet. Aha. De egyébként a Van Eleven a kávé a kedvencem itt itthon Magyarországon, és őket nagyon-nagyon szeretem. Melyik a kedvenc sorozatod? Sorozat. Fú, imádom a szexoktatás. Isteni, a Netflixen a szexoktatás, Stranger Things, és a szexoktatás. Melyik a kedvenc számod Raúltól? Raúltól? Vagy Verzéd? A barna szemű lány, barna szemű lány, azt nagyon szerettem azt a dalt. Imádtam. Meg a nem, azt is szerettem. Ezek régi nótái. Ha lenne Starbucks 2022-ben, kit látnál a ringben szívesen a magyar közéletből? Hát a Bay Alexet. Igen. És mit tudom én, Majkát. Hát mit tudom én, mondjuk a Pápa Jocikát. A Pixát esetleg? Pixát is megnézném boxolni. Mr. Mistől van-e kedvenc dalod? Ó, hogyne, nekem azt hiszem az a címe, hogy Egy perc. Egy perc. Egy perc a Mistől. Hogyha készpénz vagy kártya, hogy fizetsz szívesebben? Kártyával kényelmesebb, gyorsabb, iPhone, Apple Pay, bekapcsolod és már odaérinted és megvagyunk. Ronaldo vagy Messi? Ronaldo. Milyen sportokat utálsz? Milyen sportokat utálok? Igazából nem utálok semmi sportot, inkább azt mondom, hogy nem értek hozzá. Ott a kriket. A sport. Gucci vagy Versace? Gucci. Csak Gucci. Mondjuk van Versace szemüvegem, de Gucci. Emlékszel arra az évre, amikor az első 1 millió forintodat kerested? Persze, hogy emlékszem. Fogtam, levetkőztettem a feleségemet mesztelenre, és rádobtam az egészet, így az 1 millió. Emlékszel a dátumra? A pixa behogy rög. 2000. Mikor volt az első 1 milliónk szívem? 2000. Nem tudod, ugye? Nem tudom, nem a dátum. Én sem. De imádtam. Elsírtam magam, mikor...
közben elkészítettem az asszony kávéját karácsonyi bögrével, ami egyébként mik is. Tessék, drágám, csokollak, szeretlek, remélem finom is. Benzines vagy hibrides autó? Benzines. Benzines, bár nagyon szeretnék odafigyelni, és én örülnék, azt még ne idd meg. Hadd csináljam meg a flat white-odat, a tejet hadd rakjam hozzá. Megjött az a kamuvitrai Tamás. Nem? Hogyha rajtad múlna, akkor házi buli vagy fesztiválon szívesen mondjuk részt veszel. Fesztiválos vagyok. Aha. Ó, dehogy is. Bocs, fellépőként vagy aha. Civilként? Civilként. Házi buli. Aha. Volt 2021-ben olyan zene, amit szerettél nagyon, ami akkor jelent meg? És 2021-ben? Aha. Hogyne, a dalaim közül imádom a Nekem jót. Egyszerűen meg vagyok érte halva. Doja Cat-et ismered? Doja Cat, persze, vágom. Hú, neki van egy jó dala, Michel. Gyerekek, hagyjatok már békén. Sziával. Nem, milyen lenne Michel lenne Doja Cat? Mi, hogy örülne neki a csávó? Nem, Michel a Weekenddel, vagy kivel? Michel? Egyszer majdnem boxoltunk, részeg volt. És, de megismert, felismert, és utána már lenyugodott. Használsz Spotify-t? Persze. YouTube-ot? Igen, használok, persze. És nem fizettem elő YouTube Premium szolgáltatásra, úgyhogy minden előadónak végignézem a reklámot. Nagyon köszönjük a reklámot, és az Artisus és mindenki nevében. Megvan okay. Még a ballagási öltönyöd? Nincs meg. Hova jártál középiskolába? Ide Dunajvárosba a kereskedelmi iskolába jártam, kereskedelmi szakközép és szakiskola. Mikor küzdötted le a kisebbségi komplexusodat? Azzal még a mai napig küzdök, dolgozok rajta. Szerintem az egy nagyon komoly meló, főleg, hogyha az ember elég komoly hátrányból indul. Hány tetoválásod van? Fú, vagy 9. Picik, de van sok, és még szeretnék is. Bort vagy pálinkát szeretsz inkább? Bort. Nem vagyok pálinkás, bor. Megkóstolom a jó pálinkákat is, értékelem is a házi pálinkákat, de inkább boros. Szőke vagy barna? Barna. Figyelj, a barnát feleségül vettem, a szőke csak szerető volt régen. Bruno Mars vagy Anderson .Paak? Bruno Mars. Hány darab mákos beiglit tudsz egyszerre megenni? Kettő egészet biztos, hogy megeszek. Aha. Öltöny vagy farmer? Hát, inkább farmer. Milyen színű volt az első susogós gatyád? Fekete. Hol volt az első diszkó fellépésed? Nézd, ez már egyébként nem rossz, de még lehet belőle jobbat is csinálni, úgyhogy dolgozunk az ügyen. Első diszkós fellépésem? Dombrádon a Tiszaparton. Sanyónál. Azok a zenekarok. Emlékszel az első zenekaros bulira? A Barba Negrában volt az első élő zenekaros koncertünk. Még Horváth Tamás Raú formációval. Melyik a kedvenc hangszered a billentyűn kívül? A gitár. Az amúgy az első, az a fő hangszerem, és utána a zongora. Készpénzzel vagy kártyával fizetsz inkább? Hát, kártya. De ez már volt. És akkor mi van?